Két korcsoportban egyaránt 4-4 futszálcsapat szerepelt a Rohonczi úti munkacsarnokban megrendezett villámtornán. A hazai színeket a Svitelszki haladás vese U11-es, illetve U13-as együttese képviselte. Mindkét gárda 3-3 alkalommal lépett pályára. Én azt gondolom, hogy ebben a korban a játék megszeretetése még a legfontosabb. Természetesen az nyilván öröm a gyerekeknek és nekünk is, hogy ez sikerrel, győzelmekkel párosul. A szombathelyi csapatok szereplésére nem lehetett panasz, mivel a Szimcsák Tamás által felkészített idősebb korosztály két meccset is megnyert, míg a Halmos Máté edzette fiatalok egy alkalommal zártak győzelemmel. Ami azonban ennél sokkal lényegesebb, kifejezetten sok tehetség bontogatja szárnyait a zöldfehéreknél. Én azt mondom, hogy minden posztra van jó játékosunk, mindenki rengeteget fejlődött. Kiemelni egyesével nem szeretnék senkit, de biztos vagyok benne, hogy mind a kapuban, mind a kapu előtt, mind a védekezés tengelyében lesz olyan játékosunk, aki esetleg később az első csapatot erősítheti. A szombathelyi bajnoki fordulóban nyújtott jó teljesítménynek köszönhetően a Haladás U13-as csapatának már 7, míg az U11-es gárdának 6 pontja van. Ezzel pedig mindkét együttes a tabella középmezőnyében helyezkedik el.